Kedves részvényesek, hölgyeim és uraim! Ezennel megnyitom a Demokrácia RT rendes hétköznapi taggyűlését itt a Budapest Rádióban. Az előttünk álló problémákról részletes, kemény és kritikus tájékoztatást ad Puzsé Róbert, a magyar üzleti élet legfényesebb üstököse, a Forbes magazinban az év leggátlástalanabb brókerének választott pénzmogul, és Gödri Bulcsú, a sokszoros milliárdos extrém sportoló, aki sikkasztás, adócsalás, korrupció és csődbüntet hamis vágyával teljesen ártatlanul még a börtönt is megjárta. Az ülést ezennel megnyitom. Bebizonyosodott, amit mindig is tudtunk. Nem csinálunk úgy, mintha csodálkoznánk a dolgon, de úgy csinálunk, mint akik föl voltak rá készülve. Persze erre nem lehetett felkészülni, nem is tudom elmondani, hogy milyen érzés. Igazából csak arra tennék némi utalást, hogy mi szóltunk. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? Köszöntöm a stúdióban Zászkalicki Márton történész kollégámat, akivel megkíséreljük a hazugságok sűrűjéből kiásni, valahogy kikaparni az igazságot. Jó, ezt szívánok. Az a fő kérdés elsősorban, és azt hiszem, hogy Nyakó Istvánnak is ezt fogom föltenni, aki itt van velünk a vonalban, és az MSZP szóvivője. Szép jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogy egy ilyen kijelentés hogy maradhat következmények nélkül egy demokráciában? Halló, halló. Kérdésem, hogy egy e fajta kijelentés, amit a miniszterelnök tett még májusban, és amely mostanra kiszivárgott, hogy maradhat következmények nélkül egy demokráciában? Hát szerintem nem maradhat következmények nélkül. A miniszterelnök ezekkel a kijelentéseivel, amelyeket hát mondjuk így finomított formában egyébként ez év márciusában már elmondott egyszer, közvetlenül a köztársasági elnök úr megnyilvánulása után, ugye akkor hazugságspirálról beszélt a miniszterelnök jelöltünk akkor még, arról a hazugságspirálról, amelybe a politikai pártok, parlamenti pártok egymást hajszolják bele a túligérgetéssel, illetve hát utána, választások után sokkal szintén nyilatkozott ebbe a kérdésbe egy országos napilapba, valahogy úgy fogalmazott, hogy talán nem bontottuk ki teljesen az igazságot, de ezzel együtt a Fidesz egyik vezető politikusa régen és a választási program nem egyenlő a kormányprogrammal. Nos szóval, ezek többet nem járható utak. Ezután a kijelentés után valóban egy új időszámítás kezdődik a mai magyar politikába. Méghozzá az, amivel eddig átadtuk magunkat is, átadtuk az országot is, ez tovább nem folytatható. Hogyha új időszámítás kezdődik, akkor azt gondolom, hogy ezt a következményekkel kell kezdeni. Tehát aki hazudott, és akiről biztosan tudjuk, mert bizonyítható, hogy hazudott, tény, hogy hazudott, annak le kell mondani, mert nem kezdhetünk új időszámítást úgy, hogy a hazugságot az betudjuk a demokrácia normális működésének a rendszerébe, mert abban az esetben, ha nincs következménye a demokráciának, ha a hazugságot ilyen egyszerűen meg lehet úszni, akkor ez az új rendszer sem különbözik semmiben a régitől, nem gondolja? Azt gondolom, hogy volt egy bátor ember, aki
tükröt állított az egész politikai elé, és az ország elmúlt 15 éve elé. Ez az ember Gyurcsány Ferenc. Bátorság, a felelősség kérdését említi, a felelősség természetesen a felelősségből mindenkinek jut, az egész magyar hazai politikai elitnek. Bátorságnak én azt nevezném, hogyha Gyurcsány Ferenc mondjuk májusban, vagy akár most kiállt volna a sajtókamerái elé, és ott mondja el ezt a beszédet, akkor azt mondanám, hogy ez bátorság. Viszont ez a beszéd, ez az MSZP képviselők körében hangzott el, teljesen zárt körben hangzott el, és kiszivárgott. Tehát a miniszterelnök akaratán kívül jutott nyilvánosságra, ezt én nem bátorságnak hívom. Tehát, hogyha én meglátom az unokaöcsémet a lekváros üvegbe ragadt kezével a spájzban, akkor nem azt mondom, hogy a srác bátor volt, hanem azt mondom, hogy sunyi. Nem, és kijött az öccse, és azt mondta, hogy te is belenyúltál, drága barátom, mi mindannyian belenyúltunk a üvegbe. Én nem nyúltam bele semmibe. De egyszer és mindenkorra. Ezt fejezzük be. Ezt tette a miniszterelnök, hozzáteszem, mi nem bánjuk, hogy ez az anyag kikerült. Uh-huh. És mondom még egyszer, különböző fórumokon, hiszen egy olyan 2 héttel ezelőtt beszéltünk a politikai hazugságokról pont az önök műsorába, már akkor is ezekről a kérdésekről szó volt. Nem volt ez titok, tagadhatatlan tény, hogy egy egészen más szövegkörnyezetben, hát bizony vaskos kötőszavakkal együtt hallhatjuk most egyébként önöknél is, illetve hát minden hazai sajtóorgánumnál, de hát ebbe, hogy is mondjam, csak tartalma szerint, hogyha már 2 héttel ezelőtt is arról beszéltünk, igazán nincsen. Kétféle hazugságról van itt szó, ugyebár. Egyrészt a jelenlegi ellenzéki pártok hazugságáról, másrészt az önök hazugságáról. Önök azt a hazugságot, amelyet a miniszterelnök magával kapcsolatban, hát a közvetlen környezetének és pártársainak elmondott, és ez a nagy nyilvánosságra került, ezt így kiterjeszti a komplett politikai elitre. Na most a helyzet az az, bármilyen szomorú, hogy a politikai elit többi tagjával kapcsolatban jogosan lehet feltételezni a hazugságot, én úgy gondolom, én erről eddig se ezután se gondolkodtam másképp. Önökről, illetve Gyurcsány Ferencről, igen, ebben sok mindenki így gondolkodik, viszont önökről és Gyurcsány Ferencről biztosan tudjuk, hogy hazudtak, hogy hazudott, miután bevallotta. Tehát más a helyzet, tehát lehet azt mondani, hogy feltételezzük a Fideszről is, az MDF-ről is, hogy hazudtak, önökről biztosan tudjuk, hogy hazudtak. Na most a kérdésem az lenne, hogy ezek után, hogy ebben így most megállapodhatunk, hogy önök hazudtak, mikor kérnek bocsánatot a társadalomtól? Mert hogy a hazugságnak azért legalább minimálisan ennyi következménye kéne, hogy legyen. Szerintem a bátorság továbbiakban pedig ahhoz kell, hogy azt a programot, amit hát most már az egész ország hallhatta, azért egy elég nehéz feszültségekkel terhelt tanácskozáson döntöttünk el ezeket a reformokat, és ezt az egyensúlyprogramot végrehajtsuk. De ez bocsánat, bocsásson meg, azért nem értem a bátorság kifejezést, mert nekem önök ezt nekem nem vallották be soha, hogy hazudtak. Ezt egy szűk körben mondták, beszélték meg egymás között, kiszivárgott, és így megtudtam. És ezek után bátorságról beszélni az én számomra rendkívül visszás, és most egy nagyon enyhe kifejezést használtam. Érti, mire gondolok? Ön számára visszás, de hangsúlyozom még egyszer, ha emlékezetem nem csal, egy országos napilap májusi számában ezekről a kérdésekről már volt szó. Komoly sajtóvízhang is volt utána, egészen mostanáig, ezért beszélettünk 2 héttel ezelőtt ezekről a kérdésekről az önök rádiójába is. Megismétlem a korábbi kérdésemet, mert fontosnak tartom ahhoz, hogy egy választ valamilyen formában azért elérjek. Mikor kérnek bocsánatot a társadalomtól ezért a hazugságért, vagy ezekért a hazugságokért? Én azt gondolom, hogy maga a beismerés, és lássuk tisztán, eddig ezt a beismerést a Gyurcsány Ferenc tette meg vezeklés az egész nemzet előtt, nem csak az ő bűnéért, hanem az egész politikai bűnéért. Vezeklésnek nevezi azt, amikor azt mondja, amikor Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy ő büszke arra, amit tett. Vezeklésnek nevezi azt, amikor azt mondja, hogy eszében sincsen lemondani, mondjanak le azok, akik 8 éve hazudnak, ne pedig ő, aki 2 éve. Ezt nevezzük vezeklésnek? Neki egy nagyon nehéz programot kell végrehajtani a következő időszakban. Ember próbáló feladat lesz.
Bocsánat, de elnézést, hogy beleszólok, de van joga egyáltalán neki bármilyen programot végrehajtani? Most két kérdésem benne. Lehetünk őszinték nagyon, hogy hazudtunk és félrevezettük a társadalmat, az EU-t és mindenkit. De érdekes mód, ez csak a választások után derült ki, az egyik. A másik, hogy azt már lehetett tudni 2005 körül, hogy a megyesi kormánypolitikája lehet, hogy szociálisan nagyon pozitív eredményeket hozott, de szét fogja feszíteni a költségvetést, az államháztartást és a többi és a többi. Valahogy akkor nem akarodott senkinek se őszintének és bátornak lenni ezt visszafogni. Tovább csinálták ugyanazt a politikát, növelve a bajt, tehát a hazugság az nem csupán morális kérdés, hanem gazdasági kérdés is, mert olyan következményei vannak, amit most nem két évig nyögünk, hanem legalább 5 vagy 8, vagy ki tudja mennyit. Tehát érti, tehát nem csak az a kérdés, hogy megbízunk egy Gyurcsány Ferencbe, hanem Gyurcsány Ferenc ráhúzott még két és fél évet arra a politikára, ami miatt Medgyessy Péternek egyébként buknia kellett. Így van, és valóban ő volt az, aki rámutatott ezért februárjában, mondom még egyszer a köztársaság jelenk után, hogy az országgyűlési választási kampányba bizony egy hazugság spirálba keveredett mind a két oldal. És ez a dübörgőgazdaság is? Az egyik ígért, a másik ráígért. Az egyik még egyet ráhúzott, a harmadik még egyet ráhúzott, így lett aztán 14. havi nyugdíj beígérve, így lett aztán TBC csökkentés majdnem 50%-os beígérve, és így lesz sok minden beígérve. Világos. Ezzel a hazugság spirállal kell most ezt mindenkor takítani. Végignéztük ezt a hazugság spirált, végig szégyenkeztük ezt a hazugság spirált, végig szenvedtük ezt a hazugság spirált, és most várjuk a bocsánatkérést ezért. Megmondom azt is, hogy miért. Vegyünk csak egy példát alapul, szigorúan egy példát. Tegyük fel, hogy én önnek álmában az arcába köpök. És én, amikor ön felébred reggel, azt mondom önnek, hogy én önnek álmában az arcába köptem. Ön ezt el fogja fogadni, mint bocsánatkérést? Hát, nézze, hogyha te vallja, hogy ön volt az, és nem kell a többi közt kutaszkodni, igen, de az az igazság, hogyha már ilyen durva példával példálózik, hogy... Közel sem olyan durva példa, igen, csak közel csak, igen, természetesen, parancsoljon. Elmondhatom, tehát ha már ezzel a durva példával itt finomítsunk egy kicsit, az arcába hazudott, finomítsuk ennyire, hát az egész politikai lett az elmúlt 15 évben. Folyamatosan az arcába hazudott mindenkinek. Most veszi egy ember a bátorságot, és kiáll is azt mondja, hogy... De ez mi a választások után elnézést? Tehát ez nagyjából világos volt 2005-ben is, hogy itt sokan hazudnak és fedik a valóságot. Tehát miért van az a fura érzése az embernek, hogy ez csak a választások után lehet bevallani, akkor az emberek ugye hőbörögnek, kimennek a parlament elé, majd megunják, és ahogy Gyurcsán Ferenc is mondta, majd visszaszerezzük a népszerűséget valamikor a következő választások előtt. Tehát ebben van egy finoman szóval enyhe cinizmus, azt hiszem. Ha február, ezért februári a választások előtt volt, vagy után, természetesen előtte, akkor beszélt mind a köztársasági elnök, mind Gyurcsány Ferenc a hazugság spiráról. Több helyről, más helyről ezeket a felvetéseket. Dübörgő jólétről szó volt, bocsánat, meg többi... Halló? Dübörgő jólétről volt szó. A gazdaságról volt. De a gazdaságról és nagy jólétről, elnézést. A nagy jólét az egy elszólás volt, szerintem azt ne keverjük ide, és az bő két évvel ezelőtt volt. A gazdaság most is dupla annyit teljesít, mint az unió átlaga. Na már most. Akkor most újra felteszem ezt a kérdést, és megígérem, hogy többször nem. Azután, hogy önök hazudtak, méghozzá másfél kötőjel két éven keresztül, nem indokolt az, hogy bocsánatot kérjenek? Tehát nem indokolt az a szó, akár az ön, akár bármely párttársa, akár a miniszterelnök szájából, hogy bocsánat? Indokolt a vezeklés, és az, hogy azt a programot, amelyet az ország érdekében végre kell hajtanunk, azt végigcsináljuk. Nem koldulok több bocsánatkérést. Inkább térjünk rá arra a felvetésre, hogy itt egy hazugságról van szó, amely másfél-két éven keresztül folyamatosan zajlott, és amelyről titokban megállapította a miniszterelnök, titokban, tehát nem a nyilvánosság előtt, bevallotta, hogy ez a hazugság zajlott. Mi a garancia arra, hogy ez a hazugság, ennek a hazugságnak vége? Az lenne az én kérdésem, hogy mi a garancia arra, hogy ön most igazat mond, mi a garancia arra, hogy tegnap a tévében a miniszterelnök igazat mondott, mi a garancia arra, hogy a jövő héten, két hét múlva, másfél év múlva igazat fognak mondani? Hiszen bevallottan hazudtak másfél-két éve egyhuzamban. Szerintem ennek a korszaknak vége, de hogy megnyugtassam, szerintem a konzekvenciák,
azok az országgyűlési választások időszakában, legalábbis a demokráciában elkövetkeznek. Ha úgy érzik az emberek, hogy az a politika, ami 15 éven keresztül jellemezte a hazánkat, tovább folytatódik velünk, akkor valószínűleg le fognak váltani minket, esetleg a Fidesz meg nem fogják beszavazni, legfeljebb jön egy harmadik, negyedik erő, egy tiszta párt, amelyik elkezdi ezt az új utat. Tehát a választásokkor. Ön elképzelhetőnek tartja azt, hogy a parlamenten kívülről be lehet kerülni egyáltalán azzal az 5%-os küszöbbel, amelyet önök szavaztak meg a még Horn Gyula miniszterelnöksége idején, azok között a körülmények között, azok között a média viszonyok között, most így őszintén, csak ugye egymás... Horn Gyula miniszterelnöksége idején lett volna ez? Így van. Így van. Hát mindegy. Szóval ezt az ellenzéki 3% volt, és a Horn Gyula miniszterelnöksége idején lett 5%. Nézze, egy a válaszom. A nép el fogja dönteni. Na de bocsánat, ezek a kis hazugságok, amelyről Gyurcsány Ferenc is beszélt, gyakorlatilag azt a helyzetet eredményezte, hogy a nép úgy dönthetett, hogy gyakorlatilag esélye sem volt reálisan dönteni. Lehetséges, hogy az ellenzék arról beszélt, meg kiszivárogtatások is beszéltek arról, hogy nem igazak a költségvetés adatai. Minden el van hallgatva, de ebből a hosszú szövegből, amit ugye az interneten olvashatunk, kiderül az is, hogy Gyurcsány Ferenc egy gépezetet működtetett annak az érdekében, hogy véletlenül se derüljön ki bármi abból, hogy teljesen más irányú programok készülnek a háttérben, miközben eljátsza azt a színjátékot Gyurcsány Ferenc és az MSZP az egész parlamenten, hogy szavaznak mindenféle törvényekről, beülnek bizottságokba, leszavaznak, választások után pedig az egészet úgy, ahogy van, visszavonják legalábbis egy jó részét, legalábbis az adóprogramokat teljesen, áfát teljesen. Nem tudom, érti a kérdést? Tehát eljátszotta azt a színjátékot, hogy párhuzam, ebben a szövegből az olvasható ki, hogy párhuzamosan ment egy árnyék kormány, amit maga Gyurcsány Ferenc működtetett a saját kormányán kívül. Mindegy, tehát szerintem egy kicsit túlzás, de rendben, értettem. Ha nem csak a Gyurcsány Ferenc beszédét olvassa el a kedves hallgató, hanem adott esetben az egész hanganyagot meghallgatja. Tudom, hosszú, de azért, és nem egy, hogy mondjam, nem ez a legfőbb elfoglaltsága egy magyar átlag választópolgárnak. Bocsánat, de esélyem sem volt meghallgatni. Elnézést, nem tudtuk meghallgatni, mert önök nem hozták nyilvánosságra. Tehát ez egy titkos hanganyag volt. Én szívesen meghallgattam volna ezt már hónapokkal ezelőtt, már akár májusban. Köszönöm szépen. Tehát visszatérve, hogyha meghallgatják, nem merem most mondani a internetes portálnak a címét, ahol el lehet érni az egészet, gondolom ez nem illik, hiszen kereskedelmi rádióról van szó. Ó, nyugodtan, semmi gond. Index.hu. Az index.hu. Igen, akkor pontosan hallják azt, hogy ez egy nagyon feszült tanácskozás volt és megbeszélés. Amikor adott esetben egy ilyen szituációban természetesen túlzásokba is esnek politikusaink. Például azt mondja a miniszterelnök, hogy az elmúlt 4 évben nem csináltunk semmit. Ezt konkrétan a reformokra érti. Azokra a reformokra, amivel az elmúlt 4 évben se kezdtünk semmit, meg az elmúlt 8 évben se, meg az elmúlt 12 évben se, meg az elmúlt 16 évben se kezdtünk semmit, csak közben leszakad a kórház teteje. Ezekről beszél, mert egyébként közben 50%-os közalkalmazotti béremre is tudtunk végre, megszűnt a sorkatonaság és beléptünk az útba. Bocsánat, szó szerint idéznék, bocsásson meg kérem, szó szerint idéznék Gyurcsány Ferenctől. Nem csináltunk semmit, amire büszkék lehetünk, azon kívül, hogy a szarból hoztuk vissza a kormányzást. Ő ezt mondta, nem azt mondta, hogy az államháztartás egyensúlya érdekében nem tettünk semmit, nem azt mondta, hogy a nagy rendszerek átalakítása érdekében nem tettünk semmit, azt mondta, nem tettünk semmit. Semmit. Igen. Csak az előtte való 2 órában a reformokról volt szó, tudja? Azért mondom, hogy a teljes anyag talán többet megvilágít ebből a beszélgetésből. Reformok terén nem léptünk semmit. Mint ahogy 8 éve nem lépünk semmit, 12 éve, 16 éve kormányoktól függetlenül. Valóban, reformok területén nem léptünk egy dekát, egy centimétert se előre. Na már most. Ezzel szemben mondom még egyszer. Azért azt megtettük, hogy azok a szociális vívmányok, amit az elmúlt 4 évben az MSZP-hez vagy ahhoz a kormányhoz kötődnek, 35%-os reálbérnövekedést eredményezett. Tény. Na már most, hogyha arról van szó, hogy a miniszterelnök ez alatt az időszak alatt egyáltalán nem csinált semmit, akkor azt hogyan értsem? Hogy egyáltalán csak hadd reagáljak erre. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó 1,5-2 évet. Teljesen világos, hogy amit mondtunk, az nem igaz.
És itt van még egy utána, hogyha folytatja a szöveg olvasását, hogy egy pillanat, hogy az nem igaz, annyival túl vagyunk az ország lehetőségein. Ez a túl lenni az ország lehetőségein nyilván a költségvetésre és az államadósságra vonatkozik, és nem reformokra. Ez államháztartás, ezek fiskális kérdések. Ők folyamatosan 4 éven keresztül, vagy talán még több, hagyták, hogy a költségvetés folyamatosan megbukás közeli állapotban legyen. Tehát ez a szöveg részlet legalábbis a kontextusában nem a reformokra utal. És nekem lehet magyarázni így utólag, de ez a szöveg végig arról beszél, hogy olyasmit értünk el, amit az egész Európában senki, már pedig egész Európában mi vagyunk legutolsók az államháztartási hiány, meg ezekben a mutatókban hátulkullogunk, tehát én úgy értelmezem, és nem biztos, hogy ezek után tudok hinni a miniszterelnöknek, ha bevallotta, hogy hazudott, hogy ez nem a reformokra vonatkozik. Tehát érti? Én értem, csak ön is értse meg, én ott is ültem meg, most bel is hallgattam az index.hu-n, ha már kimondtam ebbe az anyagba, amikor a miniszterelnök felállt és beszámolt arról, hogy mi lesz a következő 4 év legfontosabb feladata, a költségvetés kiigazításáról beszélt és a reformokról. Ennek kapcsán hangzott el az, hogy az elmúlt 4 évben reformok kapcsán, utalok rá még egyszer, bár ott a pontos szövegben nem ez van benne, de hát én hallgattam a előadás belőtte idő 2 óráját is, a reformokra értette. Ugye másfél éve került kormányfőként Gyurcsány Ferenc. Az eltelt időszakban valóban nem volt ideje elkezdeni a reformokat, de mivel a reformokat nem kezdtük, tessék? És miért nem lehetett ezt hamarabb elkezdeni egy kicsit? Tehát azt mondta a miniszterelnök úr, hogy már tavaly nyáron elkezdtek bizonyos programokat, tavaly nyáron elkezdődött a munka, részben titokban, részben nyilvánvalóan, tehát nyíltan, ezt miért nem lehetett akkor nyíltan bevallani? Esetleg attól féltek, hogy elvesztik a választást? Tehát ez elég indok arra? Teljesen igaza van. Valóban nem kezdtük el sem az elmúlt másfél évben, sem az elmúlt 4 évben a reformokat. Ennek semmi köze a választásokhoz, semmi köze a választásokhoz, semmi köze az önök választási győzelemre való aspirációjához. Hát természetesen csak annyi, hogy miközben reformok nem indultak el, a költségvetést túlterheltük azokkal a szociális kiadásokkal, amelyek egyébként igazságosak voltak, csak nem voltak finanszírozhatók. Tehát akkor az egy véletlen, hogy a reformok azok közvetlen a választások után, azután, hogy megbízást kapott a kormányzat egy 4 éves munkára, kerültek napirendre. Tök véletlen. A reform az egy többszintű folyamat, és hát ha azt mondom, hogy rengeteg érdeket is sérthet, akkor teljesen világos számomra legalábbis, hogy minimum 4 év kell annak végigviteléhez, hiszen ha a felénél megtörjük a folyamatot, adott esetben egy más felfogású kormány érkezik, azokat az intézkedések, amik megtörténtek, anulálja és újrakezdi az egész folyamatot, de nem lehet 2 reformokat elkezdeni. Mondok egy egyszerű példát, nem reformokról van szó, az, hogy hol legyen a Nemzeti Színház, először fújtak egy lyukat, jött a következő kormány, azt betemette, és egészen máshol kezdte el. Az, hogy a metróépítést elkezdtük volna, hogyha folytatódik a kormány, a honkormány, akkor meg lett volna, viszont úgy döntött az akkori Fidesz Magyar Polgári Szövetség vezetése, hogy a fővárosban, amíg ők kormányoznak, nem lesz metró. Bocsánat, 2 megjegyzés, egyrészt a Fidesz lehet, hogy hazudott, nyilvánvalóan igen, de ők el is bukták a választásokat, ezért megkapták a maguk büntetését, ha népnyelven szólva. De ugyanakkor ön gyakorlatilag elismerte, hogy a reformokba azért nem kezdtek bele, mert ha belekezdenek, lehetséges, hogy elvesztik a választásokat, nem és akkor mondtam. Más folytatja, vagyis ez azt jelenti, hogy önök megtehették azt, hogy akár azon az áron, hogy a költségvetést tönkreteszik még 2-szer, azon az áron, én megnyerették maguknak a választásokat, tehát megnyerték hazugságok révén a választásokat, csak azért, hogy elvileg a nép érdekében és jóléte érdekében utólag bevezessenek reformokat. Ez engem történészként a felvilágosult abszolutizmusra emlékeztet, mindent a népért, de semmit a néppel. A nép buta ahhoz, hogy őt felvilágosítsuk már, mint hogy elmondjuk, hogy mi folyik, elég, ha mi tudjuk. Ez gyakorlatilag a teljes demokratikus alapelvek tagadását jelenti. Nem tudom, hogy érthető-e. Tehát, ha megteheti azt egy miniszterelnök és egy párt, hogy pár hónapig vagy egy évig felfüggeszti a normákat, a demokratikus normákat, azért, hogy utána népboldogító legyen, ezt elfogadom, hogy őszintén így gondolják, de ezt megteheti, akkor ott vége a demokráciának. Lehet, hogy
félreérthető voltam, vagy éppen egy másik reagálással köti össze a szavam, mert én azt mondtam, hogy a reformokat, hogyha azokat 4 évre tervezzük, nem jó, hogyha egy választás megtörít, mert adott esetben a következő kormányzat, ami egy másik felfogást, ideológiát val mondjuk egészségügyi kérdésbe, az addig megtörtént lépéseket anulálja, leépíti, és elkezd újra egy reformot, csak sok reformot már nem fog kibírni az ország. Én erre utaltam, tehát én nem azt mondtam, hogy... Értem, de akkor miért nem mondták azt, folytatom, hogy valóban egy van egy kitelességi verseny volt, sok politológus éppen történész szerint is az idei országgyűlési választás, hitelességi verseny, és a hitelességi versenyben, mint idéztem, elindultak a pártok, és a miniszterelnököt idéztem, egy hazugság spirálba. A választók el tudták dönteni, hogy kinek hiszik el az ígéreteit. A Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek, mert hát ez a két nagy erő van most az országban, vagy a Magyar Szocialista Pártnak. Lehet, hogy mézes kalácsházat ígért mindenki. De ettől függetlenül lehetséges, legalábbis ez történt, hogy a Magyar Szocialista Párt programja hiteles volt, azzal együtt, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetség nem csak hitelességi problémákkal küzdött, hanem küzdött egy szerverüggyel, amikor lenyúlta a Magyar Szocialista Párt anyagait. Hát, vagy kihelyezett el azt a lehallgatót is, ugye? Ne a szerverügyről beszéljünk, ennek a kapcsán azt szeretném kérni. Ön azt mondja, hogy az a program az hiteles volt, akkor miért nem, de miért nem valósították meg? Tehát itt ez a fő kérdés. Hát megmondom. Egy programot 4 év alatt kell megvalósítani. Négy év alatt? Nem 4 év alatt. Tehát amikor ön azt mondja, hogy 4 év alatt kell megvalósítani egy programot. 2010-ig. Tehát amikor azt mondja, hogy 2010-ig... És akkor választanak. Aha, csak azért értelmezem ezt nehezen, mert a választások előtt 5 éves adócsökkentési programról volt szó, most pedig Gyurcsány Ferenc egy hete mondta azt, hogy 5 éven keresztül nem fog változni az adótömeg, és most emelték fel az összes létező adót. Tehát azért ez a négy, tehát Gyurcsány Ferenc konkrétan utalt arra, hogy 5 éven keresztül az adókat ilyen magasan fogja tartani, holott a választások előtt 5 éves adócsökkentési programról volt szó. Ne legyen félreértés köztünk. Nem ebből a kiszivárogtatott anyagból tudtuk meg, hogy Gyurcsány Ferenc hazudott, mert hogy ez tök nyilvánvaló volt mindenkinek, aki 3-ig tud számolni, vagy mondjuk 5 évig. És nyilvánvalóan majd 2009-ben be lehet terjeszteni ugyanezt a 5 éves adócsökkentési programot, amit nyilván el fog fogadni hitelesnek tűnően a választópolgár, és akkor megint folytatjuk ugyanezt. De eddig legalább lehetett hazudni azt, hogy nem hazudtunk. Most már nem lehet azt hazudni. Na, tehát, ugye? Tehát akkor egy új időszámítás kezdődött a politikában. Azzal, hogy Gyurcsány Ferenc ezt elmondta. Hát az eddigi hazugságokat most már, hogy bevallotta, nem lehet letagadni, de ez semmiféleképpen sem jelenti azt, pusztán csak logikailag, hogy ezután már nem lehet hazudni. Maximum annyit jelent, hogy nem lehet hazudni többé arról a másfél-két évről azt, hogy az nem volt hazugság. Csak ennyit jelent logikailag. A problémám nekem, megmondom, hogy mi ezzel a kis Gyurcsány szösszenettel kapcsolatban. Két érdemi dolgot állít Gyurcsány. Az egyik az, hogy nem csináltunk semmit 4 éven keresztül, azon kívül, hogy a szarból hoztuk vissza a kormányzást. A másik, amit mond, hogy hazudtunk. Másfél-két éven keresztül egyfolytában hazudtunk az embereknek. Na most, az az én kérdésem, hogy ha semmit nem csináltak, akkor minek a révén hozták vissza a választást, mármint a kormányzást a szarból? Talán csak nem a hazugságok révén. És Gyurcsány Ferenc tegnap a televízióban azt mondta, hogy nincs összefüggés a kettő között. Márpedig ezt aztán egy beszédblokkon blokkon belül mondta, tehát azt mondta, hogy semmit nem csináltunk, azon kívül, hogy visszahoztuk a választást, hazudtunk. Nincs összefüggés, ön fenntartja azt, hogy nincs összefüggés, mert hogyha ezt fenntartja, akkor nekem kétségeim vannak afelől, hogy ez a hazugság spirál, ez megállt most, hirtelen ebben az ihletett csodálatos pillanatban, amikor leszállt ránk a Szentlélek. Hát önök mondták, hogy még egyszer ugyanolyan módon, mint eddig nem lehet kampányozni. Ugyanarról nem lehet. Úgy érzem, már visszatérünk mindig egy-egy témához, de semmi baj. Én elmondtam az elmúlt 4 évvel kapcsolatban, hogy amiből ezt a beszédet és ezt az egy mondatot idézik, a reformokról volt szó, és valóban a reformokat nem indítottuk el. De hát körülbelül 3000 milliárd költöttünk el az ország településein azért, hogy legyenek normális iskolák, normális tornatermek, legyenek uszodák, legyenek olyan 21. század iskolái, ami a legkisebb faluba is leviszi a modern számítástechnikát. Tehát azért mondom, hogy ezt csak arra értettem. Ezt értjük, csak az a kérdés, mennyire lehet felelősség? A választók ezt gondolom látták, hiszen nem csak Budapesten történtek dolgok, de a vidéken a legkisebb településekig. A teljesítményt valószínű megítélték.
Hát nyilván, de hogy a kérdésem az lenne, hogy mennyire lehet azt felelősségteljes politikának nevezni, amely nyilvánvalóan jogos és pozitív döntéseket hoz. Tényleg vannak eredményei, csak el kell, idézve valamelyik ellenzéki politikus, el kell érte adni a családi ékszert, növekszik az államháztartási hiány, az államadósság az egekbe szökken, tehát az az ára, hogy egyszer csak meg kell állni, és megszorítási csomagot kell bevezetni. Tehát mennyire hiteles az, miért nem lassabban mentek, lehet, hogy elvesztik a választásokat, de nem kéne akkor most a politikusoknak a fejét törni azzal, hogy hogyan oldjuk meg ezt a válság közeli állapotot. Világos, nagyon jó szót mondott. Egy ellenzéki politikus mondta azt, hogy miért kell eladni a családi ékszert. Viszont az ellenzéki politikus főnöke meg azt mondta, hogy kevés az, amit kiadtunk eddig, szociális területen, bérterületen, mondjuk a gépkocsi adót csökkentsük. Ők elvesztették a választásokat. Ja, megérdemelten elvesztették a választásokat. Én a hazugság spirálról beszélek, hogy hogyan működik elektanilag, uram. De őket majd megkérdezzük akkor, ha velük beszélünk. Tehát, hogy önnek nem kell vállalni nem kell vezeklést vállalni az ellenzék hazugságaiért, azért az ellenzéknek kell vállalnia, önnek csak a kormánypártok hazugságaiért kell vállalnia. Csak egy kis okokozati összefüggést próbálok elmagyarázni. Egyébként nagyon-nagyon kedves, hogy így elmagyarázza nekünk, ez tényleg jó egyébként, hogy így beavat minket ennek a dolognak a logikájába, csak a helyzet... De mindenki látta. A helyzet az, persze, csak a helyzet az, hogy mi nem hazudtunk önöknek, önök meg hazudtak nekünk, és most önök, miután kiderült, nem az önök révén, hogy önök hazudtak nekünk, önök nem azt mondják nekünk, hogy elnézést, hanem megmagyarázzák a spirált. Érti, hogy mi az én problémám? És kimondjuk azt, hogy többet ebbe az országba politikai hazugságnak nincs helye. Na de bocsánat, hogyha valaki hazudik, például a Fidesz kormány annak idején, meg aztán a Fidesz ellenzékben véghazudott, tehát ez azt jelenti nyilván, okkal, joggal vesztették el a választásokat, mert nem nyújtottak alternatívát. Idáig minden párt elvesztette, minden kormány elvesztette a következő választást, ez rendjén is van. Önök valahogy, önök is hazudtak, önök nem vesztették el, tehát önök más helyzetben vannak, önök ha tetszik a sors büntetését nem szenvedték el, nem viselik. Tehát így könnyű mond, megnyerjük a választásokat, még 4 évig kísérletezhetünk, még van 4 évünk megint, hogy visszaszerezzük az elvesztett hitelét a magyar politikának. A szarból? Igen, és tehát érti, hogy ő könnyen beszél, mert ön a nyertes pozícióban. Azt gondolja, könnyen beszélek? Hát most talán nem, de a következő három év az a hatalom mámorában fog eltelni a továbbiakban is, már pedig mi úgy gondoljuk, hogy azért következmények mindenképpen. Tehát a következmények. Én úgy gondolom, hogy ön például úgy gondolja, hogy mondjuk egy nyugat-európai demokráciában, mondjuk Dániát hozzuk fel példaként. Dániában egy ilyen ügyet meg lehetne úszni, csak hogy egy példát fölhozzak. Hollandiában azután, hogy egy ENSZ alakulat a délszláv válság során, már mint a délszláv háború során kiderült, hogy hallgatólag bűnrészes volt egy bizonyos népirtásban, tehát nem avatkoztak közbe, ezért a miniszterelnök az a miniszterelnök, aki az incidens idején még ellenzékben volt, tehát még csak miniszterelnök sem volt, az ügy kipattanásakor a miniszterelnök lemondott. Egy ilyen ügy miatt. Na most az lenne a kérdésem, hogy mondjuk Hollandiában vagy... Szó, és a délszláv háborúról, de hát azért népirtásban csak nem vagyunk bűnrészesek, uram. De ők sem voltak, az a miniszterelnök nem volt bűnrészes népirtásban, hanem kiderült, hogy az állam, amelyik delegálta azokat a csapatokat, az rosszul járt el, és az állam jogfolytonosságának a jegyében az akkor még ellenzékben lévő miniszterelnök vette a kalapját. Na most a kérdésem ugyanaz, most egy ilyen helyzet megismétlődne mondjuk Hollandiában vagy Dániában, az ön személyes véleménye szerint nem lennének ennek következményei? Nem kéne távozni a miniszterelnöknek? Ön hogy látja? Mondjon ilyent vagy nemet, legyen szíves. Tehát, hogy még egyszer népirtás következik, de nem, akkor népirtás, nem, az az érzésem, hogy nem akarja, de elmondom újra, hogyha ez, ami itt most Magyarországon történt, ez a hazugság, amit elkövetett a miniszterelnök a mi kárunkra, és ez kipattanna, kiderülne, nem kéne távoznia egy nyugat-európai demokráciában, például Hollandiában vagy Dániában a miniszterelnöknek? Jó, hát én az önök tanácsát követném. Az előbb azt mondták, hogy ne vegyem magamra az ellenzék hibáit. Én nem akarok dönteni egy nyugat-európai kormány nevében. De ez csak egy vélemény, nem döntést kérünk öntől. Mit gondol, mi történne? Mit gondol, mi történne? Ez csak egy vélemény. Van nézete erről egyáltalán? Nézze. Nostradamus nem vagyok, én egy szóló vagyok. Hadd kérdezzek másképp, elnézést. Elfogadva akkor azt a
a premisszát, hogy itt egy közös bűnről van szó, amelyet a magyar politika elit közösen követett el. És ez most kiderült, hogy az elmúlt 16 évben a magyar politikai elit tokostul, szöröstől, böröstől becsapott mindenkit, aki csak élt és mozgott. Nem az lenne a következmény, hogy akkor a teljes magyar politikai élet azt mondja, jó, bocsánat, tévedtünk, ilyen a miniszterelnökkel, lemondunk, tiszta lapról kezdjük az egészet, új választás, hiteles programokkal. Hát aki eddig hazudott, az hogy lehet hiteles a jövőben? Ez az én kérdésem. Nézze, nyugat-európai példákat persze lehet még sorolni. Van itt ez az iraki probléma, meg a titkos fegyverek problémája. És nem is folytatom tovább. Kormányok a helyükön maradnak. Olyat még nem láttam, hogy egy ország teljes politikai elitje... Sőt, Magyarország olyan, részt vesz ebben az olyan iraki, iraki háborúban. Olyat csak még ez... nem láttam, hogy egy ország teljes politikai elitje nem mondjon. Amit tehet, az az, hogy az elkövetkezendő időszak nem követi el ugyanazokat a hibákat, amit megvallott. Az, csak azért volt ez egy rossz példa, mert pont ebben az ügyben Magyarország is érintett, részt veszünk az iraki háborúban. De az holland miniszterelnök lemondott, pedig neki semmi köze nem volt ahhoz. Úgy érezte, hogy a holland állam, mint olyan, és a holland elit azt az örökséget viszi magával, hogy nem felelt meg egy helyzetben, és ezért vette a kalapot, és a társadalom elé bocsátotta a kérdést. Igen, ez egy nemzetközi probléma volt akkor. Na hát jó, csak most ugyanez a, ha tetszik, felelősség a magyar társadalom irányában nem elvárható a teljes magyar politikai elit részéről? Már hogy lemondjon a teljes magyar politikai elit? Nem tudom, akár új választás, most csak példát mondok. Önök folyamatosan arra hivatkoznak, hogy ők is hazudtak, jó lehet, ők elvesztették a választásokat, tehát akkor miért legyen következménye annak, hogy mi hazudtunk? Tehát önök mutogatnak a túloldalra rögtön. Tehát nem kéne inkább példát mutatni, hogy rögtön önök a következményt elvállalják. A példa az lesz, hogy végigcsinálják becsülettel ezt a 4 évet, aztán 2010-ben meg eldöntik. De azt így is, hogy is végigcsinálták, ha nem derült ki, akkor is végigcsinálják. Hogy elitet akarnak cserélni MSZP-stől, Fideszestől, MDF-estől és SZDSZ-ből, avagy sem. Tehát, de ezek nem következmények, mert mindenképpen végigcsinálták volna ezt a 4 évet, akkor is, ha kiderül, akkor is, ha nem. Egy politikának a következményei mindig a választásokon dőlnek el. Igen, csak a választásokon önök hazudtak, a választások előtt önök hazudtak. Tehát a választások, tehát megtévesztették az embereket. Tehát amikor önök arra hivatkoznak, hogy a választásokon dől el az, hogy ki fogja a hatalmat gyakorolni a következő 4 évben, akkor abban nincsen belekalkulálva, hogy a politikai élit megtéveszti a társadalmat. Vagy ez benne van? Hát nézze, mondom még egyszer, erről már maga a Fidesz is nyilatkozott, amikor azt mondta, hogy a választási program az nem kormányprogram. Egészen más realitások és értékek jönnek elő, amikor konkrétan leülünk egy másik párttal, a Szabaddemokraták Szövetségével arról dönteni, hogy hogyan kormányzunk, hiszen a Szabaddemokraták Szövetsége nem baloldali, hanem liberális párt egészen más felfogással. Választások előtt, amikor egy párt megcsinálja a programát, abból tök tisztán baloldali értékek, vagy adott esetben jobboldali, vagy liberális értékek dominálnak. Amikor összeülnek egy tárgyalóasztalnál, ott valamiben meg kell állapodni, és hát a megállapodás része az, hogy elfogadunk mi is liberális alapelveket, beépítjük a programba, ők pedig baloldaliakat. Az az én szörnyű benyomásom, bocsásson meg nekem ezért, mert én simán bocsánatot kérek, bár nem hazudtam önnek soha, hogy önök nem hagyták abba ezt a hazudozás dolgot. Megmondom, hogy miért, és most újra fel kell, hogy tegyem ezt a kérdést, mert nem kaptam rá választ. Amikor a miniszterelnök azt állítja, hogy nem csináltak semmit, és hogy hazudtak, és hogy semmit nem csináltak, egyetlen egy dolgot csináltak, tehát semmit, de egy dolgot, visszahozták szarból a kormányzást, és ezzel kapcsolatban, ezzel összefüggésben említi azt, hogy hazudtak és hazudtak és hazudtak, akkor én ezek között összefüggést látok. Én ebben a beszédblogban, ebben a rendkívül rövid és tartalmas velős beszédblogban azt látom megjelenítődni, hogy ez a hazugság, ez eredményezte azt, hogy a szarból visszahozták a választást. Tegnap a miniszterelnök az ATV-n tagadta, hogy összefüggés lenne a hazugságok, valamint a választás megnyerése között. Na most én ezt, az a baj, hogy élnem kell a gyanúperrel, nem úgy érzem, hogy nem hagyták abban, nincs vége a spirálnak, folytatódik, csavarodik tovább, és én innentől kezdve meg már, tehát itt most már sokatszor nem tudok hinni, mert hogy arról volt szó, hogy hazudtunk, de most már vége, és aztán hazudnak a hazugságról, és ez most már szörnyű rossz ez így, ha érti, mire gondolok. Próbálom értelmezni, azt mondja, hogy elolvasta ezt a csattanós részt, kérem olvassa el az előtte lévő 2 órát, ami van benne csattanó, van benne kis csattanó, és van benne lehet unalmas rész is. És akkor egységes szerkezetben látja az egész szövegkörnyezetet. Tényleg kérem, tegye meg.
4 éven keresztül nem nyújtunk a reformokhoz, de ezt én elmondtam már az előbb. Ezen túlmenően tény az, hogy nem mindent bontottunk ki, az igazság nem minden részletét. De ugye ért az a vágy gyakran minket, most önöktől is, hogy nem hoztuk nyilvánossággal az államháztartás adatait. Hát dehogy nem. Hát dehogy nem. Azt mondta a miniszterelnök, hogy eljött az őszinteség korszaka. Ha most jön az őszinteség korszaka, akkor mik a garanciák? Mert én felkészülök most a nagy őszinteségre, de tényleg szívvel, lélekkel, akkor viszont látni akarom a garanciákat, hogy az, ami eddig történt, nem ismétlődhet meg. Márpedig a garanciát az én szememben az jelenteni arra, hogy soha többé nem hazudhat a politikai elit a társadalomnak, hogyha a következményeket látnám a megtörtént, a bevallott, a kiderült hazugsággal kapcsolatban, tehát ha a miniszterelnök lemondana, mert ha most a miniszterelnök lemondana, akkor végre bebizonyosodna, hogy hazudni nem lehet, akkor látnám azt, hogy egy új korszak kezdődik, hogy tiszta lappal indulunk, hogyha most a hazugságnak valódi következményei lennének, személyi következményei lennének, akkor el tudnám hinni, hogy ez egy új korszak. Hát az, szerintem a következmények és a hasonló, hogy nevezzem őket, retorziók, nem elsősorban személyi kérdéseken múlnak. Itt ebben a pillanatban valóban egy szerintem most már ahhoz felnőtt és arra alkalmas magyar szocialista párt és frakció az, amelyik nem fogja elkövetni, nem követheti ugyanazokat a hibákat, amelyet adott esetben... Hiba volt, hiszen önök visszahozták a szarból a kormányzást. Hiba volt hazudni? Én azt mondom, hogy talán hiba volt nem kinyitni és nem megmutatni azokat a részleteket, amelyek hát ebben a pillanatban itt vannak az asztalunkon. Az talán hiba volt, hogy belementünk mi is abba a hazugság spirálba, amelyet hát hatalomra törekvő, éppen arra felé igyekvő pártok ránk erőltettek. Azt gondolom, hogy ez adott esetben... Önök nem törekedtek hatalomra ezek szerint? Önök nem törekedtek hatalomra, önökre ezt hatalomvágyó pártok erőltették, ezt a hazugság spirált, ugye? Nem akarok így gúnyos lenni senkihez. Természetesen szerettük volna megvalósítani valóban azt a reformprogramot, amelyhez most azonnal hozzá is kezdtünk. Nem nagyon tudok én hirtelen mit mondani. Hát nézze, egyetlen egy kérésem lenne önökhöz. Parancsoljon. Legyenek szívesek, hagyják abba a hazudozást. Ne hazudjanak nekünk többet. Legyenek szívesek, egyszer és mindenkorra hagyják abba a hazudozást. Ha ez nem sikerült tegnap, akkor hagyják abba ma. Ennek legyen vége, ez így, ilyen formában nem mehet tovább. És én nekem az a szörnyű érzésem, hogy az egész dologról, érzésem, az a nyilvánvaló tény, hogy az egész szörnyű dologról nem beszélnénk, erről az egész hazudozásról. Most nem beszélhetnénk ennyire őszintén, már szerintem teljesen még most se vagyunk annyira őszinték, mint hogyha egy MSZP frakcióülésen ülnénk, de még ennyire se beszélhetnénk őszintén, hogyha hát igen, most így utólag, de lesznek frakcióülések a jövőben is, és azoknak a hangfelvételéért is majd meg kell harcolni a nyilván. Szóval, hogy nem lennénk ennyire őszinték most, hogyha a miniszterelnököt nem kapjuk rajta a lekváros bödönbe ragadt kézzel. Tehát, hogy mivel ez megtörtént, most őszinték vagyunk. Csak az egyetlen kérésem az, hogy azt a fajta arroganciát, amikor bátorságról beszélünk, amikor merész kiállásról beszélünk, és amikor a miniszterelnök azután, hogy kiderül, hogy hazudik, azt mondja, képes azt mondjadani a Magyar ATV-n, abban a beszédben, ahol éppen magyarázkodik arról, hogy hazudik, hogy gyerünk Magyarország bátran utánam, tehát, hogy ezt újra elmondja, gyerünk Magyarország bátran utánam, miben? Hazudjunk mi is? Hazudjon egész Magyarország? Az a miniszterelnök, akiről éppen kiderült, hogy másfél-két éven keresztül hazudott, azt mondja, 10 perccel azután, hogy kiderült, hogy gyerünk Magyarország bátran utánam, én azt látom, hogy nincsenek következmények. Nem látom a töredelmességet, nem látom az új életet, nem látom a tiszta lapot. Azt látom, hogy a régi lapon folytatjuk az egész történetet. Ha arrogánsnak tűntünk, azért elnézést kérek természetesen. Azt gondolom, hogy ennek abban igaza van. A tegnapi bejelentések után nem lesz abban a helyzetben a politikai elit, hogy ugyanott folytassa, ahol tegnap előtt mondjuk abba hagyta. És hát remélem, hogy erről önt is és a kedves hallgatókat is meg fogjuk tudni győzni. És adott esetben, hogyha gyógyír lesz a mi 4 éves kormányzásunk, esetleg a választóink között köszönhetjük őket.
Egy utolsó kérdést szabad feltenni. Itt megegyezte, hogy ez nem személyi kérdés az egész ügy, hanem nyilván program és politikai kérdés. Ha nem személyi, akkor gyakorlatilag Gyurcsány Ferenc nyugodtan lemondhatna, a programot a Szocialista Párt végrehajtja. Tehát miért érzem azt, hogy a program az maga Gyurcsány Ferenc, őt kell eladni, ez egy termék, nélkül nem működik semmi, mert nem csináltatok semmit, ugye, ahogy Gyurcsány Ferenc mondja, tehát továbbra is politikai kommunikációról van szó, és semmi másról. Utolsó kérdésként akkor egy utolsót válaszolok természetesen, és ha van még kérdés arra is. Gyurcsány Ferenc volt az, aki a kampányba bemutatta az Új Magyarország programot, ami mégis a gerince annak a kormányprogramnak, amit meg kéne csinálnunk. Ő vezette a Magyar Szocialista Pártot az országgyűlési kampányba. Én azt gondolom, hogy nem joga, hanem kötelessége végigcsinálni. De van még joga ezek után? Tehát itt továbbra is az a kérdés, hogy egy olyan hitelességi deficit alakult ki, ami után, és ugye nyilván ön is emlékszik, hogy Gyurcsány Ferenc kioktatta Orbán Viktort, hogy ne merjen hazudni, ne merjen hazugsággal nyerni, mert az igazságtalan ország, miközben tulajdonképpen saját magáról beszélt Orbán Viktor arcába, aki ezt persze nem tudta kezelni, de az egy más kérdés, tehát ez több, mint cinizmus, és utána kiáll, és azt mondja, hogy bocs, hazudtam, de hát a társadalom érdekében. Nem áll ki, a barátai közt ezt elmondja, vagy a kollégái közt ezt megbeszéli. Tehát ne csodálkozzon, ha semmi most ebben a pillanatban, és a jövőben mások se fogják hitelesnek elfogadni ezt a vezeklést. Világos. Akkor most az utolsó utáni kérdéseket is megválaszolom. Én azt gondolom alapvetően, hogy egyszerre kell megdolgozni az elvesztett bizalomért a miniszterelnöknek, és egyszerre kell végrehajtani azt a programot, ami hitem szerint továbbra is az egyetlen út Magyarország számára. Nehéz helyzetben van, legyen ez az ő vezeklése. Még egyszer föl kell tennem ezt a kérdést, azért, mert nem kaptunk választ, és tartozunk a hallgatóinknak a válasszal. Szóval, hogyha a miniszterelnököt egy lapra helyezzük a reformokkal, akkor egy nagyon-nagyon nagy csúsztatást követünk el. Ha azt állítjuk, hogy Gyurcsány egyet jelent a reformokkal, akkor az maga az abszolutizmus. Tehát ez egy abszolutisztikus gondolkodás, vagy egy nagyon antidemokratikus gondolkodás. Én a Magyar Szocialista Párt által elképzelt reformokkal egy lapra helyezem, ő lesz a végrehajtója ennek, mint kormányfő. Tehát más nem tudok mondani. De tehát hogy az a kérdés, hogy ezeket... Az, hogy a reform én vagyok, ezt nem mondta. Sem az, hogy az állam. De hogy nincs alternatíva, azt mondta. Nem láttunk sok alternatívát, már arra ugyanis a kampányban. Sőt, bocsánat, Gyurcsány Ferencnek sincs alternatívája? Tehát a Gyurcsány Ferenc hazudott. Gyurcsány Ferenc lemond, jön Kis Péter mondjuk, és megvalósítja a reformokat. Ez miért egy elképzelhetetlen verzió? Ez miért lehetetlen? Nem azért, mert Gyurcsány Ferenc személyes hatalmi ambíciói megkérdőjelezhetetlenek az MSZP-ben? Nem hiszem. A Magyar Szocialista Párt soha nem volt az a párt, ahol személyes hatalmi ambíciók döntötték volna azt, hogy mi történik a következő két percben, egy percben. Most sem az a párt? Nem. Akkor miért nélkülözhetetlen Gyurcsány Ferenc azok után, hogy nyilvánvalóan kiderült, hogy hazudott? Nézze, kezdhetjük újra az egész vitát. A hazugság definíciójától kezdve végigmenve, hogy 4 évig a reformokat nem teljesítettük, amit egyébként meg kellett volna tenni. Látszanatlanul mondom, hogy ha csak a Magyar Szocialista Párt véleményére kíváncsi, hát pedig annak vagyok a szóülője, Gyurcsány Ferenc megjött ebben a pillanatban, most volt elnökségi ülés, most van frakciülés, az ő véleményként nem tudom mondani, de kiáll továbbra is a párt is, azt mondja, hogy hajtsa végre a reformokat, azt, amit a közös koalíciós programba lefektettünk, csinálja végig, azzal a teherrel, amit hát az elmúlt két és fél év kormányzása rámért. Köszönjük szépen, hogy nyilatkozott nekünk, soha többé nem szeretnénk hazugságot hallani önöktől. Köszönöm, viszonthallásra. Viszonthallásra. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkurtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mert mit csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk?
Vajon kik a részvényesek? Kik a tulajdonosok a Demokrácia RT-ben? A politikusok, akik dönthetnek? A részvénytársaságok, akik lobbizhatnak? Az emberek, akik 4 évente véleményt formálhatnak? Erre az egyszerű kérdésre keresünk minden hétköznap a választ, este 7:30 és 7:30 között. Köszönjük megtisztelő jelenlétét! Látogasson el a Demokrácia RT rendes közgyűlésére legközelebb is! A mai megbeszélést a késői órára való tekintettel berekeztem. Igen, szerintem erre büszkének kell lenni, nem pedig lemondani. Azoknak javasolnám megfontolni a politikai szerepvállalást, akik az elmúlt 6-8 év hibájából semmilyen következtetést nem vonnak le.